Kicsit nehezen indult a reggel nekünk. Szegény Sárinak így a gyomra nagyon görcsölt, nem tudott ma jönni. És ő lett volna a kicsikkel. Szóval egy kicsit. Most én leszek a kicsik. Nem. Próbáltuk összevonni a két csapatot, de hát improvizálnunk kellett ma reggel. Szóval imádkozzunk azért is, hogy ők is tudjanak figyelni, meg meghallják Isten szavát. De olyan jó újra együtt lenni. Szeretném, hogyha imával kezdenénk, és akkor mennénk az Úr elé. Úr Jézus, nagyon hálás a szívünk, hogy eléd jöhetünk, hogy összegyűlhetünk. És Uram, hogy van okunk hálát adni, hogy van okunk dicsérni téged. Uram, köszönöm, hogy amit a kereszten tettél, az önmagában elég arra, hogy életünk végéig dicsőítsünk, hálásak legyünk, hogy ünnepeljük, hogy üdvösségünk van te benned, Krisztus. Hogy annyira szeretett Isten, hogy a legdrágábbat, az egyetlen fiát adta értünk. De Uram, azt látjuk az életünk során, ahogy telnek a napok, a hetek, a hónapok, hogy te újra és újra csak lenyűgözöl minket. Még akkor is, Uram, hogyha nehéz dolgok érnek, csak látjuk, Uram, hogy a te szereteted nem szenved csorbát. Te törődsz velünk, te mellettünk vagy. Így kérlek, hogy áld meg ezt a mai reggelt, és a gyülekezetedet, Uram, a népedet, vonj közel magadhoz. Vigasztalj, bátoríts, mutass irányt, incs, és mindazt szólt hozzánk, amit hallanunk kell. És engedd, Uram, hogy a szívünk gyorsan válaszoljon. Adj nekünk engedelmes szíveket. És szeretnénk, Isten, dicsőíteni téged, ezekkel a dalokkal elmondani, Uram, hogy valóban különleges Isten vagy, hogy hálásak vagyunk érted. Legyen áldott a te neved ma reggel. Ámen. Dicsőítsünk. Megszülettem,
Thank you.
kinek álmodtál.
Yeah.
most újra az a láng, a tűz már mindent elégett. Jézusé, a mennyel együtt hirdetlen, te vagy a szent. Szeretünk téged, imádunk. Napunk és pajzsunk, szeretünk téged, imádunk, Urunk, te vagy Istenünk, napunk és pajzsunk. Thank you.
király, szabadító a mi Istenünk. Önként adtál oda minden életedet a kereszten, mi nagy szeretet adott nekünk a mi halálból fölemeltettél, életed lett nekünk a fény. Tudod, a király, szabadító a mi Istenünk. Leborulok előtted, leborulok előtted, s hímátlak igen. Leborulunk előtted, Atyám, a te nagyságod és hatalmad előtt, a te minden hatóságod előtt. Nem te vagy az Úr ezen a földön, nálad van a kegyelem. Nem nálad van a te terved a mi életünkre. És ott van az örökké tartó szereteted irányunkban, ami soha meg nem szakad egyetlen pillanatra sem. És értünk attól a te fiadat, Jézust, hogy meghaljon a kereszten a mi bűneinkért, és minket megszabadítson, a mi terhünket levegye válunkról. És hálát adunk ezért neked, Atyám, Jézus nevében. Amen. Szeretnék hirdetni nektek egy jövő heti programot. Arra gondoltunk, hogy jövő hét szombaton este, illetve délután, 6 órai kezdettel lenne itt a kertben egy közös sátorozás. Annak, akit ez, akinek ez vonzóan hangzik. Tudom, hogy vannak itt olyan emberek, akik sátat hallanak, és akkor az ellenkező irányba futnak. De vannak olyanok, akik meg kapva kapnának az alkalmon. Egy kicsit közös időt töltsünk, tervezünk egy közös szalonnasütést, és kinn aludnánk itt a kertben. És ezt úgy is meg lehetne valósítani, hogy ha valakinek nagyon nem jön be a sátorban alvás, akkor benne alhat a gyűliben. De ez egy lehetőség lenne, hogy együtt töltsünk időt, szombat este, jövő héten, és akkor vasárnap reggelre meg úgy tervezzük, hogy nem mennénk haza, hanem olyan félig álmosan, gyűrötten itt maradnánk a gyűliben Isten tiszteletre. Szóval reméljük jó idő lesz. Kisgyerekekkel ez egy külön extra program, ők nagyon szeretnek sátorozni. Az én fiaim már a kertbe felsátraztak, tehát nem várják meg, hogy elmenjünk. Szóval bárkit szeretettel várunk, kortól, nemtől függetlenül. A tínédzsereknek azt találtuk ki, hogy vonzóvá tegyük a programot, hogy egy filmvetítés lesz fönt az emeleten, olyan film, ami őket majd érdekli, és bandázhatnak külön, meg lesz pingpongozás, de a lényeg a közösség, és erre hívlak titeket. Na, hát lapozzatok a Filippi 4-be. Itt az utolsó igeversek lesznek ma ebből a levélből, és egy fontos-fontos témáról, a megelégedésről lesz ma szó. Mennyi Atyám, köszönöm neked a te igédet, és azért imádkozom, Uram, hogy ma ez a hely, ez az imádságháza lehessen, az imádatháza lehessen mindnyájunknak, hogy odaléphessünk te hozzád, a te kegyelmet tróntermébe mehessünk a szükségeinkkel, hogy irgalmat és kegyelmet találjunk a szükségünk idején. Én köszönöm, Uram, hogy hívsz minnyájunkat. Minden egyes embert, Uram, hívsz magadhoz, hogy megálltasd, hogy felfrissítsd, hogy élővé tehesd. És Uram, mi nagyon vágyunk újra erre az életet adó szóra, ami tőled jön. Szóval kérlek, áldj meg minket, és így imádkozunk, hogy mindazt, ami szeretnél bennünk elvégezni, arra készek legyünk.
Jézus nevében. Amen. Szóval, a Filippi levél az az örömnek a levele. Egy kicsi levél, de annál fontosabb helyet foglal el, így legalábbis az én életemben, mert én nagyon sokat tanultam ebből, arról, hogy hogyan éljek örömmel és gond és aggodalom nélkül. Erről volt szó a múlt alkalommal, ahogy Pál tanított minket, hogy örvendezzünk és vessük a gondjainkat Istenre. Hát gondból mindig van, de nem mindig szoktuk úgy rávetni Istenre, és sokszor hajlamosak vagyunk görnyedezni a terhelyek alatt, meg az aggodalmak alatt, és az aggodalmak nagyon könnyen elillantják az örömünket. Ezért mondja Pál, hogy örüljetek, ismét mondom, örüljetek, ne aggódjatok semmiért, hanem mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiket Isten elé, és az Úr meg fogja őrizni a szíveiteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Szóval ez egy valóságos dolog. Meg kell élnünk, szerintem, hiszen parancsolja Pál, hogy örvendezzünk. Nem mindig azt csinálja Isten, amit kérünk. Ugye, amikor kérünk valamit Istentől, rávetjük a gondunkat, akkor általában elmondjuk azt a megoldástervezetet, amit szeretnénk várni tőle. Hát ő nem mindig ezt csinálja. Viszont mennyivel jobbak Istennek az útjai és megoldásai. Szóval, újra mondom nektek, ezt már sokszor mondtam, hogy az örömnek a kulcsa a gondolkodás. Ezt szeretné az Úr az igéje mentén megváltoztatni bennünk. Ha megváltoztatom a gondolkodásomat, annak mentén, amit Isten mond, akkor ő meg fogja változtatni a szívemet. Ez biztos. Szóval erre szeretnélek hívni titeket ma reggel is, hogy azok mentén, amit ma beszélünk, nagyon fontos dolgokról lesz szó, változtassuk meg a gondolkodásunkat. A 8. vers úgy kezdődik, hogy végül. Egyébként, így az én fordításom ezt mondja, azt jelenti, hogy végül. Tehát Pál itt készül lezárni a levelet, de nem úgy, hogy eszébe jut még néhány mellékes gondolat, hanem nagyon fontos gondolatról lesz szó. Méghozzá az első ilyen gondolat, ez a keresztény szűrő. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Amikor valaki egy internetes hálózatot telepít, akkor általában föltesz egy tűzfalat, ami arra szolgál, hogy nem kívánt betolókodók, meg nem kívánt élősködő programok ne juthassanak be a rendszerbe. Mint egy védelmet jelent a hálózatnak. Vagy ha valaki szeretne, föltehet egy internetes szűrőt, ami kiszűr olyan tartalmakat, amivel nem akar se ő, se a gyermekei, hogy találkozzanak. Van keresztény szűrő, van keresztény tűzfal. Méghozzá ez az igevers. Ez kell, hogy úgy működjön, ez működhet úgy, ami segít a gondolatainkat megszűrni és távol tartani olyan dolgokat, ami ártana nekünk, ami káros lehet. Szükséges szerintem döntenünk arról, hogy mit engedünk magunkba. Ezek az igeversek mondják el, hogy testvérem, ami igaz, ez azt jelenti egyébként az aletea szó, hogy ami valóságos, ami valódi, ami tisztességes, vagyis ami tiszteletre méltó, ami igazságos. Elmondok mindegyikhez alternatívákat, hogy gazdagítsam a jelentését, mert ezek mind nagyon fontos szavak. Ami igazságos, az azt jelenti, hogy ártatlan. Ami tiszta, más szóval helyén való, vagy visszafogott. Ami szeretetre méltó, barátságos, vagy a szeretetet egymás között bátorító. Ami jó hírű, ez azt jelenti, amit mond. Ami nemes, ami kiváló, ami vitéz, és dicséretes. Azt vegyétek figyelembe. Jézus mondta azt, hogy a testnek a lámpása a szem. Hogyha a szemed tiszta, akkor az egész tested tiszta lesz. Ezért, ha a szemed gonosz, az egész testedben sötétség lesz. Általában a belénk érkező információ az a szemünkön, a fülünkön érkezik. És ezekre a dolgokra oda kell figyelnünk, hogy mit engedünk be. Mert ami bemegy, az fog kijönni is. Meg fogja tölteni a gondolatainkat, meg fogja tölteni a szívünket, és előbb-utóbb olyanná válunk, amit hallgatunk, amit figyelünk. Ezért mondja itt Pál, hogy na ezeket vegyétek figyelembe. Szó szerint ezen gondolkodjatok. Ez olyan kéne, hogy legyen, mint egy szűrő, aminek megfeleltethetünk valamit, hogy olvassunk, vagy nézünk, vagy figyelünk, hogy méltó-e az a figyelmünkre. Tiszta, valóságos, igazságos, vitéz. A szeretetet bátorítja-e egymás között?
Lehet, hogy ki kéne ragasztanunk ezt az igeverset a monitorunkra, a telefonunkra, a tévénkre, hogy tényleg egy szűrőként működjön számunkra. Mert vannak dolgok, amitől távol kell tartanom magam, ahhoz, hogy egészséges tudjon maradni a gondolkodásom. Az ige írja más helyen, hogy ejtsük rabul a gondolatainkat Krisztusért. Ejtsük fogjul a gondolatainkat Krisztus Jézusért. Tehát, hogy van egy ilyen aktív részem abban, hogy formáljam és a gondolkodásomat ezen keresztül is. Tudjátok, hogy az örömünk egyik tolvaja az, ami a információ áradat, ami érkezik a világból számunkra. Ha azt szeretnénk, hogy örülhessünk mindenkor az Úrban, amit itt Pál mond, akkor nagyon oda kell figyelni erre a 8-as versre, hogy na ezeket vegyétek figyelembe, na ezen gondolkodjatok. Isten nagyon érdekli, hogy mind gondolkodom. Törődik vele. Mert tudja, hogy kihat az az életemre. Mert ha elültetek egy gondolatot, előbb-utóbb abból az elültetett gondolatból egy tett fog kinőni. Ültessel egy tettet, és a tetteidből szokások fognak felnövekedni. Ültessel egy szokást, és a szokásaid megalkotják a jellemvonásodat. És amilyen a jellemvonásod, olyan lesz az életed is. Az egész folyamat egy gondolatból indul, és utána az egész életünk minőségét meghatározza. Én úgy tudom az életem minőségét meghatározni, hogy a gondolataimat kezdem engedni, vagy megfogni. Vannak olyan gondolatok, amire egyszerűen azt kell mondani, hogy nem, én ezen nem fogok gondolkodni. Nem, ezen az úton nem indítom el a gondolataimat. Egyszerűen megállt parancsolok neki. Nem mindig működik így a gondolkodás, hanem egyszerűen újra elkezdünk valamint gondolkodni, és akkor lehet, hogy megint azt kell mondani, hogy nem, én ezen nem gondolkodom. Így terelhetem a gondolataimat annak mentén, amit ez az igevers mond. Manapság nagyon sok forrásból lehet információt gyűjteni, és még a korábban olyan biztosnak ítélt források is bizonytalanná válnak, mert mindent lehet hallani A-t és B-t, A-t és az ellenkezőjét is, és mindegyik hitelesnek tűnik. És az ember csak fölzaklatja és fölkavarja. Érdemes azt is megnézni, hogy egy adott dolog, amiben én a lelkemet táplálom, vajon bennem békességet szül-e, vagy sem. Mert én azt gondolom, hogy Isten azt szeretné, hogy a szívünk békességben legyen. Ezt olvastam föl az előbb a Filippi beliekből, hogy örvendjetek, és Isten meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Elég nehéz ma olyan filmet találni szerintem, ami ezen a szűrőn átmegy. Vannak ilyen filmek? Nem sok. De ami nem megy át ezen, azon lehet, hogy nem kell foglalkozni. Lehet, hogy kevesebbet fogunk mozira költeni, legalább megmarad a pénzünk, és tudjuk jobb helyre szánni. És az a igazság, hogy azt is be lehet látni, hogy mindannyiunknak bűnös természete van, mindannyiunknak vannak ötletei, hogy hogyan vétkezzünk, még nem kell ezt máshonnan ötlet szinten begyűjtenünk, nem? Tehát, hogy minek táplálnánk az elménket olyan dolgokkal, amik csak ebben erősítenek. Ezt nem ítéletként mondom nektek, hanem magamnak is mondom. Szerintem a levertségünk egyik forrása az, és hogyha ez a helyzeted, akkor gondolkodj el rajta, ha nem, akkor nem kell, hogy olyan dolgokkal tömjük meg az elménket, ami ellentétes Isten igéjével. Sőt, néha ezt akkor tesszük, amikor megyünk lefeküdni. Aki jól tanul, aki tudja, hogy kell jól tanulni, az felismerte azt, hogy azok a dolgok, amiket lefekvés előtt még egyszer így átolvasok, átfutok, azok másnap reggel valahogy rendszerezve vannak a fejemben. Mert az ember, miközben alszik, ezeket a dolgokat beépíti. Azokat a legutolsó gondolatokat, amit lefekvés előtt kapott. Az elme valahogy így működik. És így működik a rossz dolgokkal is. Tehát, hogy én este arra fekszem le, hogy megnézek valami nagyon gáz dolgot, akkor azokat a dolgokat az elmém próbálja feldolgozni, és beépíti a gondolkodásomba. Így tudom magam hajlamossá tenni depresszióra, vagy levertségre. Amikor reggel így felkelek, olyan, mintha átment volna rajtam az úthenger, és én nem értem, hogy mi van velem? Miért viselkedek így? Mert az elme így működik. Ha szeretné jól tanulni, ha szeretné jól aludni, akkor hallgasd a Golgotán weboldalán található tanításokat. Különösen a Vácit ajánlom, mert olyan jól fogsz aludni tőle. Lehet, hogy a végére nem is érsz el, és áldott álmaid lesznek. Érdekes az, hogy amikor, ha ezt tudva, az igét olvassuk lefekvés előtt, vagy dicsőítést hallgatunk, akkor az mennyiben határozza meg azt, hogy hogyan fogunk aludni, vagy másnap hogyan fogunk fölkelni. Ezeken gondolkodj, írja Pál.
Ő ezért tudott örvendezni egyébként, mert így gondolkodott. Egy börtönből írja ezeket a sorokat. A király fiai vagyunk, aki méltó a dicséretre. Ami nemes, ami dicséretes, ami igaz, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ezt vedd figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Ez tetszik nekem. Azt mondja Pál, hogy amit tőlem láttatok, amit hallottatok, amit tanítottam nektek. És azt mondja Pál ezzel a mondattal, hogy ez a három terület mind összhangban volt. Az élt példa, a tanított szó és a beszélt tett dolgok. Ezek Pál életében összhangban voltak. Szóval azt mondja, hogy hát ha nem is a szűrőt alkalmazzátok, legalább úgy éljetek, amit tőlem láttatok, mondja Pál. És akkor veletek lesz a békesség Istene. És nem csak azt mondja, hogy arra figyeljetek, vagy azon gondolkodjatok, hanem már egyel tovább megy, azt mondja, hogy azt tegyétek. Akkor na azt tegyétek, amit tőlem láttatok. A következő téma az egy kicsit más, de az is nagyban összefügg itt az öröm megélésével. A 10. verset folytatom. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Pál egy misszionárius volt. Általában nem töltött sok időt egy helyen. Amikor elkezdett plántálni egy gyülekezetet, néha egy-két hétig, néha egy-két évig maradt, de aztán Isten tovább hívta, hogy más helyre is elvigye az evangéliumot. Így történt Filippiben is. Viszonylag rövid időt töltött ott, aztán Isten tovább hívta, de ez a filippibeli gyülekezet nem felejtette el Pált, hanem időnként küldtek támogatást Pálnak. Pál ugye emlékeztek, egy sátorkészítő ember volt, és általában ahova utazott, a szolgálata mellett dolgozott, és ebből tartotta el magát. De néha az az áldás érte, hogy érkezett egy támogatás, és akkor több időt tudott szánni a szolgálatra. Például, ahogy itt is történt. Hogy nagyon örült Pál annak, hogy megérkezett hozzá Epafroditosz, ő volt a filippibeli gyülekezet küldötte, és hozott egy anyagi támogatást Pálnak. Pál nagyon örült neki, de nem csak amiatt, amit kapott, hanem hogy végre hallott a filippibeliekről, híreket hozott Epafroditosz, méghozzá többnyire jó híreket, és a másik, amiről majd látni fogunk, hogy mennyire látta benne a szívüket, hogy szeretik őt ezek a filippibeliek, és hogy milyen nagy áldás fog ebből következni. Korábban is küldtek már neki kétszer, amikor Pál Tesszalonikában volt, és ez Pálnak nagyon fontos. A következőket mondja erről. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amin van. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Ez is két olyan igevers szerintem, amit jó fejből tudni. Már csak azért is, mert erre így emlékeztethetjük magunkat. Pál azt írja, hogy megtanult megelégedetnek lenni. Pál nagyon hálás volt ezért a gondoskodásért, ami Filippiből jött, de azt mondja, hogy én nem ezt kívántam. Tehát Pál nem úgy ült és várta a postást, hogy mikor jön a támogatás, és alig várta, hogy valaki más pénzéből élhessen. Nem, ő tudta, hogy milyen az, amikor keményen kell dolgozni, és mellette szolgálni. Megtanult megelégedett lenni minden körülményben. Hallod ezt a kijelentést? Én megtanultam megelégedetnek lenni minden körülményben. Tudok kevéssel is élni, írja Pál, és tudok sokkal is elégedetten élni. Mind a kettő egy tanulási folyamat. Én azt gondolom, hogy az ember úgy születik, hogy elégedetlen. Tehát ez a Grand Zero, innen jövünk. Hogy nem tudunk elégedettek lenni, és ezt meg kell tanulnunk, méghozzá mindannyiunknak. Méghozzá különböző élethelyzetekben. Akkor is meg kell tanulnom, amikor kevés van, és akkor is, amikor sok. Mert mind a kettőben kihívás, különböző kihívás megélni a megelégedettséget. És Pál azt írja, hogy nekem mind a kettőben volt részem. Volt, amikor úgy éltem, mint egy koldus, és volt, amikor úgy éltem, mint egy király. Volt, amikor úgy tűnt, hogy kevesebb van, mint a szükségletem, és volt úgy, hogy több, úgy tűnt, mintha több lenne, mint a szükségletem. És mind a kettőben megtanultam, hogy megelégedett legyek. Én nem ismerek más nemzeteket olyan jól, mint a magyart.
De azt látom, hogy a nemzetünk alapvetően egy mélyen elégedetlen nemzet. Sok elégedetlen ember van. Mi is ennek a nemzetnek a fiai vagyunk. Szerintem meg kell tanulnunk a megelégedést. Ez olyan dolog, ami tanulható. Pál se ezzel született. És tudjátok, mi a titok? Hogy a megelégedést azt most kell megtanulni. Nem valamilyen más körülményben, ami a jövőben vár rám, hanem a mostban. Akármilyen autót vezetek, azzal megelégedhetek. Akármilyen munkát végzek, azzal megelégedhetek. Akármilyen a szolgálatom, azzal megelégedhetek. Ez nem azt jelenti, nehogy félreértsd, hogy nem várhatom valaminek a megváltozását, vagy nem változtathatok valamit. Ez a kettő nem ugyanazt takarja le. Vágyhatok egy új autóra, vágyhatok egy új állásra, úgy, hogy megelégedett vagyok. Hogy elfogadom, ha nem. Pál apostol éppen egy filippibeli börtönben ül. És azt mondja, hogy én megtanultam megelégedetnek lenni, mert Isten velem van. Ő törődik velem. Ha szeretnél örömteli ember lenni, erre a leckére nagyon figyelj oda, kérlek. Tanuld meg a megelégedést. Most. Akárhová helyez Isten, ez nem egy elkerülhető tanfolyam. Tehát erre Isten beírat. Hogyha az én szívem elégedetlen, akkor mindig változásokat vár. Ki nem állhatom ezt, elegem van abból, mikor fogom megkapni ezt, szükségem van arra. Pedig Isten leckéje az, hogy egyszerűen megelégedjek. Mondja is az ige, hogy nagy erény az Isten félelem megelégedéssel. És tudod, nem azok az emberek a megelégedettek, akiknek mindene megvan, amire vágyik, hanem pont fordítva, hogy amilyen van, arra vágyik. Azt elfogadja, hogy az van, és azt kapta Istentől. Kezd apró dolgokkal. Ezt mondom magamnak is, tesók, nem csak nektek prédikálom, ezt magamnak is. Ahol dolgozol, fogadd el. Ki a társad, ki a feleséged, ki a férjed? Elégedj meg ő vele. Amelyik gyülekezetbe helyezett, fogadd el azt, elégedj meg azzal. Ez egy tanulható dolog, amit a szívünknek meg kell tanítani. Tudod, miért fontos ez? Mert amikor a szívem nem megelégedett, akkor nem tudok örülni semminek. Akkor hiába van több, hiába van még több, nem lesz tartalma annak. Ürességként élem meg. Mert mindig valami másról fantáziálok, ami nincs ott, ami nincs a jelenben. Vannak emberek, akiknek annyi van, hogyha mind összeraknánk a dolgainkat, töredéke lenne, mint az ő eszközük, vagyonuk, bármi. De nincs semmiük a megelégedés nélkül. És Pál erre akar emlékeztetni, hogy nekünk viszont mindenünk megvan Krisztusban. Ő mondja a következő versben, hogy mindenre van erőm Jézus Krisztusban. Ez egy kulcs, hogy így gondolkodjunk. És ez a megelégedés tartalmat fog adni az életnek. Szerintem ez egy nehéz lecke. Szóval nem az a könnyű lecke, amit így egyszer így átgondolunk, és utána így megy. Tehát az elégedettséget így lassan tanuljuk általában szerintem. Valahogy emlékeztetnünk kell magunkat rá, hogy igen, lehet, hogy most kevesebb van, mint amire vágytam, de rendben van, Uram, elfogadom. Most több van, de a szívemre vigyázok, és Uram, nekem te kell lesz. A példabeszédek könyvében olvassuk ezt, a prédikátor írja ezt az imát, hogy Uram, ne adj nekem keveset, hogy lopnom kelljen, hogy koldus legyek, és átkozzam a nevedet. Néha, amikor kevesebb van, mint amire vágyunk, akkor a szívünk úgy hajlamos lázadni Isten ellen, és így... De amikor több van, azt mondja, hogy ne adj nekem túl sokat sem, hogy dőfös legyek, és elfeledkezzek rólad. Ez egy tök jó ima szerintem. Mert valahol Isten tudja azt, hogy hová engedheti a szívünket, meddig engedheti. Lehet, hogyha nekem nagyon sok lenne, elfordulnék az Úrtól. Lehet, hogyha nagyon kevés lenne, föllázadna a szívem Istenen. Uram, engedd a szívemet azokra a területekre, hogy, és taníts a megelégedésre. Hogyan tanulható a megelégedés?
Hol tanulható a megelégedés? Ott, ahol most éppen tartunk. Pont azon a helyen. Nézzétek meg a 13-as verset. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Ez egy jelen idejű kifejezés. Mindenre van erőm most. Ma. Mert az Isten megerősít engem. Az Úr velem van, és minden helyzethez megadja az erőt. Ezért megelégedhetek vele. Isten velünk van. Akár érzem, akár nem. Akár élvezem az előnyeit, akár nem. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Van ennek egy párja ennek az igeversnek. Ez olyan, mint egy pénzérme, aminek két oldala van. Jézus egyszer azt mondta, hogy nélkülem semmit nem tudtok tenni. Emlékeztek, a tanítványoknak ezt mondta. Lakozzatok én bennem, mint a szőlő vesző a szőlőtön. Nélkülem semmit nem tudtok tenni. Ez a párja a másik oldala ennek az igeversnek. Velem viszont Krisztusban mindenre van erőm. Vannak dolgok, amik itt egyszerűen aláássák a gondolkodásunkban a megelégedést. Észrevetted, hogy minden héten házhoz hozzák a megelégedetlenséget? Katalógusok formájában. Bedobják a postaládába. Ilyen köteg, alig fér be kell tömködnie a postásnak, hogy beférjen. És akkor egyiket a másikat lapozzuk, és mondják, akció, csak most, csak neked, egyet vizet, kettőt kap, óriási, szinte ingyen van, ez kell neked, ezt tesz boldoggá, és így mindegyik arról szól, hogy mi kell még nekem. Olyan erősen árad ránk az a nyomás, hogy most, amivel van, ne elégedj meg. Legyen az anyagi téren, vagy bármi más téren, hirdetések, hogy itt volt egy 150 kilós asszony, és két hét alatt 60 kilósra fogyott, és te is lehetsz ilyen tökéletes. És nézed, hogy én is ilyen alakot akarok. Vagy az egészség, hogy annyira szeretnék jobb egészséget, fittebb lenni, és úgy kinézni, mint az. Valahogy minden téren azt akarják elültetni, hogy az nem jó, hogy most van. Változtass rajta. Alapvetően ez a gondolat, hogy dolgokat formáját, ez egy jó gondolat. De annyira az elégedetlenségünkre appellálnak, a kapzsiságunkra. És vannak ilyen teológiai irányzatok is, amik azt mondják, hogy már pedig aki Istennel jár, hitben jár, az gazdag és egészséges. És csak ez. És hogyha valami nem így megy, akkor a hiteddel van baj. Ez is rájátszik az ember kapzsiságára. Pál egy óriás a hitben. Azt mondja, hogy én megtanultam szűkölködni, és megtanultam bővölködni. Mind a kettőben megtanultam Istennel járni. És elfogadni az ő kegyelmét, az ő erejét. Észrevetted már, hogy vannak olyan emberek, akik átéltek nagy nehézségeket, és valahogy könnyebben beérik utána kevesebben. Az én nagyszüleim generációja átélt egy világháborút, átélt az 56-ot. Olyan időket, amikor nagyon szűken éltek, és utána, amikor már többet megengedhettek maguknak, akkor sem feltétlenül szaladtak, hogy elköltsék, elherdálják, mert megtanultak kevéssel élni, és a szívük elégedett volt abban. Mindannyian szívesebben élveznénk a bővölködés próbáját, nem? Uram, próbálj meg jól ezen a területen. Hát, ha elégedett tudok lenni. Ez is jön. Ilyen is van. Azt mondja az ige az Ézsaiás könyvében, hogy azok, akik az Úrban bíznak, azoknak az ereje megújul. Szájra kelnek, mint a sasok. Igazából ez a lecke, amit tanulunk, hogy minden élethelyzetben tanuljunk bízni az Úrban. Amikor a mi erőnk kevésnek bizonyul, amikor nagyon sok van, hogy tudjunk bízni az Úrban. A szó azt jelenti a bizalom, hogy várakozás. Szó szerint arra használták a zsidók ezt a szót, amit az Ézsaiásban olvasunk, amikor a kötelet készítették, és így összecsavarták a szálakat. Ez a tekerő folyamat, ez volt a szó, ami itt használ az ige, hogy akik az Úrban bíznak, akik az Úrra várnak, akik az Úrban reménykednek. És ez a lecke nekünk, hogy akármilyen élethelyzetben vagy, várj az Úrra, bízz az Úrra, hogy tekerd rá az életed az Istenre, hogy tőle függ. Kísértés jelen nekem túl sokat foglalkozni magammal, hogy jobban nézzek ki, hogy elmenjek
uszodába, hogy sportoljak, hogy fes legyek, tudom, nem nagyon sikerül. De hogy ezek nem hiába való dolgok. De hogy hol van a gyökere ennek bennem? Vajon egy istentelen elégedetlenségből fakad? Én így, ahogy rátok nézek, és szerintem Isten sokkal inkább így gondolja, én gyönyörködöm bennetek. Nagyon szépek vagytok, és nagyon jók vagytok így. Ne legyen a szíved elégedetlen. Elégedj meg azzal, amit Isten ad. És fürkészd az ő akaratát, mert lehet, hogy új területekre akar vinni, új munkára, de a szíved ne elégedetlenségben lakozzék. Pál azt írja, hogy megtanultam, hogy elégedett legyek. Akár jó lakásba, akár éhezésbe. Megtanultam. Vannak, akik vagyonosak. És tudjátok, hogy ez egy milyen nehéz próba? Azt mondja a Biblia Jakab levelében, hogy azok, akik gazdagok, azok ne dicsekedjenek megalázott voltukkal, hanem legyenek gazdagok a jó téteményben, adjanak másnak. Akinek sok pénze van, annak vigyáznia kell, mert a pénz az egy jó szolga, de szörnyű úr. Amikor az ural minket és az vezet minket, akkor rabszolgává tesz minket. Aki szűkölködik, azt mondja Jakab levele, aki szegény, az viszont dicsekedjen abban, hogy ők hitben gazdag lehet. Tehát, hogy azok, akiknek kevés van, azoknak sokkal könnyebb a hitüket gyakorolni. És bíznia kell Istenben a mindennapi dolgok felől. Ez a titok, figyelj, hogyha nem tudok elégedett lenni azzal, ami most van, akkor se leszek elégedett, ha valami megváltozik körülöttem. Ha teljesül az, amire vágytam, akkor se leszek az. A megelégedést most kell megtanulnom. Most. Abban a házasságban, azon a munkahelyen, abban az anyagi helyzetben, azok mellett az emberek mellett, ebben a gyülekezetben, itt, most. És olyan nagy dolog egyébként, amikor ezt megtanuljuk. Amikor megtanulunk hálás szívvel élni. Ezt mondta korábban Pál ugyanebben a részben, hogy semmiért se aggódjatok, hanem minden kéréseiteket hálaadással tárjátok Isten elé. Az elégedett ember hálás, nem? Hálás. Ez a gyümölcse annak, ahogy a szívében, vagy ahogy a gondolatait forgatja. Krisztus meghalt értünk. Jézus megváltott a bűneinkből, hogy élhessünk, hogy örök életünk legyen. Hogy amikor innen elmegyünk erről a helyről, akkor oda mehessünk az örökké valóságba mellé, a tisztaság helyére, a szentség helyére. Ez a miénk már. Ő ennyire szeret. És vagy Pál erre vonja a szemünket, hogyha van Jézusunk, akkor mindenünk megvan. Ezt a verset hadd olvassam fel nektek. Nem én írtam, de nagyon tetszik. Van Jézusom, a menny megnyílt felettem, semmivé foszlik a hiányok sora, és indulhatok tovább elégedetten, szegény világnak gazdag vándora. Szerintem ez olyan jól kifejezi, hogy valahogy elfakulnak a hiány érzeteim sorban Jézus mellett, mert egyszerűen elégedett lehetek ő benne. Mert ő annyira szeret, hogy fog, és oda rak, ahol látni akar. Belerak egy családba, belerak egy munkahelyre, belerak egy próbába is, de azért teszi, hogy munkálkodhasson bennem, hogy taníthasson. Most csütörtökön beszélgettünk egy tesóval, és azt mondta, hogy fura volt átélni éveken keresztül, hogy a vállalkozásában mennyire pellengéren táncoltak. Tehát, hogy sokszor nem tudta, hogy másnap hogy fizeti ki az alkalmazottakat, miből lesz pénze, és mondta, hogy Isten egyszer az évek alatt, az aggódásaiban, mert az bőven volt az idő alatt, így megtanult bízni Istenben. És látta, hogy mindig hűségesen kirendelni, ami kell. Van, amikor csak koppanyit, valamikor 5 perccel azelőtt, hogy kell, de hogy mindig ott volt, és Isten hűségét itt tanulta meg. És valahogy most már tudja. Tehát, ha jön egy következő ilyen próba, akkor azt már sokkal könnyebben éli meg. Ezen a területen megtanult megelégedetnek lenni, bízni Istenben. Mert az ember rájön egy idő után, hogy Isten tanít,
Nem azért enged bele egy próbába, mert büntet meg azt, hogy na, tessék neked egy próba, hanem mert Isten föl akar nevelni minket bizalomra. És a mi atyánkat jobban érdekli az örökkévaló jellemünk, mint a pillanatnyi kényelmünk. Ő megtehetné, hogy mindent odaad, minden rendben, sose semmi próba, de olyan lelki kisbabák maradnánk, amik őt nem akarja, hogy ott ragadjunk. Azt szeretné, hogy felnőjünk. Istent jobban érdekli az örökké valóságon, mint a jelen kényelme. Néha jobban, azt szeretném, hogy jobban érdekelje a jelen kényelmem, ez vagyok én, de hogy Isten jobban szeret annál, és ő többet lát bennem, ő szeretne felnevelni. Ami most zajlik, az egy tanítás, egy felkészítés. Szóval lehet, hogy abba kéne hagynunk a panaszkodást a nehézségek miatt, meg hogy állandóan sóvárgunk valami több után, és megtanulhatnánk megelégedetnek lenni. Szóval ez a lecke, ezt tanítja Pál. Van egy görög mondás egyébként, hogy így szól, hogyha valakit nagyon nem szeretnek az istenek, meg akarják büntetni, akkor mindent megadnak neki, amire vágyik. Szóval egy tök nagy gáz lenne, ha ezt Isten egyszer megengedné velünk. Mondok nektek egy történetet. Nem olyan rég olvastam, és elhoztam. Egy gazdag üzletember sétált egy tópartján, és látott egy halászt, láthatóan elég szegény halászt, aki a hajója mellett ült a parton, és játszott egy kisgyermekkel. Ilyen bensőséges időben. És kérdezte az üzletember, hogy hát miért nem vagy kint halászni, mint mindenki más? Azért, mert elég halat fogtam már, ami elég nekünk a mai napra, mondta a halász. De nem akarsz kimenni, hogy többet foghass? Tehát miért lenne az jó? Kérdezett vissza. Azért, mert ha többet fogsz, eladhatod, és ebből a plusz jövedelemből vehetsz egy nagyobb hálót. És ez mire lenne jó? Hát ha lenne egy nagyobb háló, több halat foghatnál, és ha több halat fogsz, vehetnél egy második csónakot. És ez miért lenne jó? Hát ha lenne egy második csónakod, akkor fölvehetnél egy alkalmazottat. És egyre több bevételed lenne. És végül már lehetne egy egész flottád, amivel halászol. És ez miért lenne jó? Kérdezte a halász. Azért, mert akkor végre élvezhetnéd az életet. És erre a halászember válasza az volt, én már most is élvezem. Élvezed az életet? Tudom, hogy listát tudnánk írni az aggódásainkból, meg listát tudnánk írni a problémákból, de ezek mindig lesznek. Tehát olyan nincs, hogy így ez a lista üres. De vajon élvezzük az életet? Megelégedett a szívünk? Szerinted, ha egy dologra rá kéne tenni az újadat, hogy mi a fő összetevője az életnek, amiért érdemes élni, akkor mi lenne az? Mert azt mondod, hogy na, egy ilyen életért érdemes élni, vagy egy ilyen életet érdemes élni. Pál ebből a részből úgy tűnik azt mondja, hogy az az élet ilyen élet, ami belső békességgel és megelégedéssel zajlik. Na, ez az. Én egy csomót küzdök azzal, hogy mikor kell dolgoznom, és mikor pihennem. A pihenés alatt értem most azt, hogy a családommal vagyok, meg hogy éppen nem a munka körül jár az agyam. Ezt a kettőt tök nehéz összehangolni szerintem manapság, mert van rajtunk egy nyomás, hogy el kell tartanunk a családunkat, hogy ezt megvenni, azt megvenni, minden sokba kerül. És amikor az ember nem megelégedéssel gondolkodik, akkor még nagyobb esélye van ezt a területet elrontania. De amikor az ember szív békességben van, és megelégszik, akkor meg tudja találni ennek az egyensúlyát. Van ideje a munkának, és van ideje a pihenésnek. Még egy pár ige vers, és utána lezárom. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. Azt pedig tudjátok, ti is, Filippi beliek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Makedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem vállalt velem közösséget, csak ti egyedül. Mert egyszer másszor Tesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Pál megkapta ezt a támogatást, és nagyon hálás volt érte. És tudjátok, mit ír? Azt mondja, hogy tudom, hogy ez nektek nagyon bőségesen fog gyümölcsözni, amit most tettetek. Pásztorként kényelmetlen téma az adakozásról beszélni, de amikor odaérünk az igében, akkor kihasználom rá az alkalmat, nem azért, hogy adakozást gyűjtsek,
szó se róla, hanem azért, mert Isten igéjében ez fontos. Nem azért mondom ezt, mert új házat szeretnék építeni, és kell a bevétel, az nem én vagyok, hanem a Sári. Nem. Na mindegy, szóval ez egy kényelmetlen téma, de azt mondja, hogy a megelégedésnek és az örömteli életnek az egyik kulcsa, hogy tudjunk adni. Ebből a részből az látszik. Azt mondja Pál, hogy én nem az ajándékot, az adakozást kívántam, amit megkaptam tőletek, hanem hogy az, amit, ahogy adtatok, az a ti életetekben kamatozzon, írja a Filippi beli gyülekezetnek, hogy gyümölcsöt teremjen az, amit most tettetek. Remélem úgy éled meg, hogy nálunk itt a Golgota gyűliben adni nem kényszer. Remélem, hogy így éled meg, mert mindenképpen ezt szeretném, ennek a légkörét szeretném fenntartani. Ez nem kényszer, nem nyugás, nem fenyegetés és nem manipulálás. És maradjon is mindig így. De el tudom mondani azt, hogy amikor adunk, akkor az örökkévalóság felé fektetünk be. Amikor adunk Isten nevében a szolgálatnak, valakinek, aki szükséget szenved, akkor nincs taps. Általában ezt jól tudjuk tenni, hogy azt se tudjuk, hogy kitől kaptuk. Ha valaki kap egy ilyen támogatást, azt se tudjuk, hogy ki adta. Nincs emléktábla a legnagyobb adakozónak, de a mennyben fel van írva. Tudod, honnan tudom ezt ilyen biztosan? Amikor olvassuk az igét, olvasd Esdrás könyvét. Vannak olyan fejezetek, iszonyat unalmas, amikor arról szól, hogy ki mennyit adott. Név, adomány. Törzs, adomány. Csak ezzel jussak túl. Tudod, hogy elszárad magad, hogy minden igeverset elolvasod, te jó ég. Ott igazán megpróbál az ige. Vagy van, amikor az Ószövetségben olvassuk azt, hogy ki mennyit adott a Szent Sátorra. Ez a törzs adott, 12 végharany, 12, és mind a 12-t felsorolja. Leírhatta volna három sorban, hogy minden törzs ennyit adott. De nem, Isten a leghosszabb fejezetet szánja rá a Bibliában, hogy egyenként felsorolja. Miért? Azért, mert Isten számon tart minden apró dolgot, amikor mi adunk neki, vagy az ő nevében valakinek. Ő ezt nem felejti el. Azt mondja az ige, hogy amikor a legkisebbnek egy pohár vizet adunk, tudhatjuk, hogy Isten meg fog jutalmazni érte. Ha szeretnél örömteli életet élni, tanulj meg adni. Adjál bátran. Az én feleségem kiváló ebben. Én tanulom tőle. Adni, adni, adni. Múltkor szedtünk ribizlit, és négy nagy tár ribizlink volt, valaki így megengedte, hogy szedjünk, és még haza se értünk, Sári már elkezdett azon gondolkodni, hogy kinek adj belőle. És már én meg húztam vele, hogy mondjuk mindent odaadhatnánk, és akkor ezt neki írtanánk, és hazamegyünk, és nem marad semmi. És így Sári rám nézett, és értette a poént. De hogy láttam az ő szívét, hogy így mennyire szeret adni, mert megtanulta azt, hogy Isten soha nem lesz az adósunk. Megtanulta, hogy milyen öröm adni. Lehetne ezt rosszul is tanítani, remélem nem így tanítom, mert lehetne úgy is tanítani, hogy ha valamikor adunk az Úrnak, ő sokszorosát visszadja, és egy kicsit ilyen kapzsiságra nevelne minket, hogy igen, Isten, egy ilyen üzleti befektetés. Ha odaadom neki a tizedem, akkor sokszorosát kapom vissza. Nem, ez abszolút nem ez az üzenetem lényege. Soha szerintem a mennyben, ezt csak véleményként mondom, mert nem tudom biztosan, soha a mennyben szerintem nem fogjuk bánni azt, hogy mit adtunk Istennek. Onnan a mennyből, amikor nem hozunk oda semmit, nem fogjuk azt mondani, hogy bárcsak ne dobtam volna be a tizedet, bárcsak ne adtam volna, megvehettem volna azt az új telefont. De jó lett volna nekem. Nem, szerintem ott minden ilyen jót tettél, azt, hogy megérte. Van egy régi mondás, hogy nem viheted magaddal, csak előre küldheted. Az anyagi dolgainkat nem vihetjük magunkkal, csak előre küldhetjük így, ha Istennek odaadjuk. Szóval ne higgy a kifordult teológiáknak, amikor úgy próbálnak adakozásra bíztatni, hogy amennyit adsz, Isten sokszorosát adja vissza, mert ez nem egy ilyen képlet. Inkább fordítva mondanám, hogy Isten annyira megáldott, hogy hogyan tehetném, hogy nem adok. Isten olyan sokat adott már, olyan hálás vagyok érte, és megelégedett vagyok. Ezért tudok adni. Érdekes, mert ez a kettő kéz a kézben jár. Amikor adok, akkor odaadom a kapcsiságomat is. Mármint nem annak a személynek, hanem így kirakom a szívemből. Így azzal, hogy adok, így teszek egy lépést a megelégedés felé is.
Isten, amikor adásra bíztat, akkor nem a számláját akarja növelni, hanem a gyerekeit, minket, hogy növekedjünk. Átvettem mindent, és bővölködtem. Megvan mindenem. Miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött, jó illatú, kedves, Istennek tetsző áldozatként. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségleteteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Jézus Krisztusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön örökké. Amen. Köszöntsetek minden szentet Krisztusban, köszöntenek titeket a velem lévő testvérek. Köszöntenek titeket a szentek mind, főként pedig a császár udvarából valók. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel. Pál egy börtönben ír. Azt írja a börtönből, hogy bővölködök. Azt el tudjuk képzelni, hogy ez nem az a fajta bővölködés, amire mi gondolunk. Amit tettetek velem, az áldás, és olyan, mint egy kedves illat írja nektek. És nézzétek meg a 19. verset, amit felolvastam. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségleteteket, az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Jézus Krisztusban. Ez egy olyan ige vers, amit szeretünk megjegyezni, szeretünk aláhúzni. Lehet, hogy a te Bibliádban is megvan jelölve. Isten be fogja tölteni minden szükségletemet gazdagon. Amen. Csodálatos ige vers. Csak egyet ne felejts el, hogy ez egy olyan gyülekezetnek íródott, akik tudtak jól adni. Ezt nem a korintusi gyülekezetnek írta, nem a tesszalonikai gyülekezetnek írta, ezt a filippibeli gyülekezetnek írta, akik megtanultak adni, küldtek. És azt mondja, hogy meg fogjátok látni, hogy Isten minden szükségleteteket gazdagon betölti. Szerintem mindenkinek így akar Isten gondoskodni, és így is gondoskodik. Csak a szemünket az nyitja fel erre, amikor megtanulunk adni, és megelégedünk. Én biztatlak téged arra, hogy próbáld ki. Lépj bele, és indulj el ebben. Hogyha elindultál, folytasd. Olyan jó látni azt, hogy amikor Isten szíve szerint adunk valakinek, az mennyire jó, mennyire nagy áldás nekünk is, amikor adunk. A legjobb egyébként anonim módon adni, szerintem, akkor a másik nem tudja, hogy mi adtunk, és akkor távolból figyelhetjük a gyümölcsöket. Tök jó dolog. Másik dolga ennek, hogy olyan jó úgy adni, hogy közben látjuk, hogy Isten nem csak minket használt, hanem másokat is, és látjuk, hogy ezt a munkát Isten végzi, és engem is részévé tett. Plusz, olyan jó látni azt, hogy egyszerűen Isten nem marad az adósunk. Egyszer belépett Jézus Péter hajójába, és azt mondta, hogy Péter, kölcsön adod a hajódat, prédikálni szeretnék a sokaságnak. Ez azután volt, hogy Péter megint nem fogott semmit. Emlékeztek erre a pillanatra? Jézus belépett a hajóba, kimentek a vízre, Jézus tanított, és utána azt mondja Jézus Péternek, vesd ki a hálódat fogásra. Tehát Jézus, egész éjjel halasztunk, és nem fogtunk semmit. De ha te mondod, akkor kivetem. És annyi halat fogott, hogy majd elsüllyedtek. Szóval Jézus nem egy üres hajót adott vissza, hanem egy teli hajót adott vissza. Egyszerűen megáldotta. Mert Isten mindig ezt teszi. Egy kicsi áldásért egyszerűen megáld minket. És nem a szívünk kapzsiságát, hanem egyszerűen Isten a jó szívéből ad. Én szeretném, hogyha ezt mind jól ismernénk. Egy olyan gyülekezet lennénk, aki tud adni, aki megelégedett, Isten békességével él, és megéli ezt az örömet, amiről ez a levél beszél. Mennyi atyán, köszönjük neked ezt az igét. Köszönjük neked Pált, a filippi beli gyülekezetet, azt a munkát, amit elvégeztél bennük, és imádkozunk, Uram, hogy bennünk is végezd ezt a munkát. Folytasd bennünk. Szeretnénk, Isten, fölállítani ezt a tűzfalat, ami dolgokat megszűr, ami kintről érkezik. Amik nem ebbe tartoznak, Uram, segíts azokat lekapcsolni, kizárni, elfordulni attól, rabulejteni gondolatokat, amik nem méltók hozzád, Krisztus. Szeretnénk növekedni ebben, Uram. Mert tudjuk, hogy a gondolataink végül meghatározzák az életünk minőségét. És mi szeretnénk örömtelien élni. Imádkozom azért is, hogy tudjunk adni. Hiszen van miből adnunk. Köszönjük, hogy megáldasz minket. És imádkozom azért, hogy sokféleképpen láthassuk egymás életében azt, Uram, hogy öröm adni, és hogy öröm az, amikor Isten gondoskodik valakiről. Olyan jól csinálod, Uram, ezt.
Azért imádkozom még, hogy mindannyian tudjunk tanulni a mostani élethelyzetünkben megelégedetnek lenni. Hogy nehogy a világ rabul ejtse a szívünket a sóvárgásokkal, hiába való törekvésekkel, hanem rád bízzuk magunkat, Uram. Benned bízunk, Uram. Rád tekerjük az életünket a tiédre. És kérlek, vezess. Köszönöm ezt a vasárnapot. Köszönöm a gyülekezetet, és imádkozom, Uram, hogy nagyon áldott hetünk lehessen, és ragyogtass ránk a te arcodat, és add a te békességet nekünk. Jézus nevében. Amen. Isten áldjon titeket. Ha bárki szeretne imát, itt vagyunk elől, imádkozzunk, ne siessetek el, és újra mondom, meg majd meg is írom a